Milliárdos fejlesztés, 10 új csarnokot és hozzátartozó vasúti pályát építette a Mándoki Transit Speed Kft. A beruházás akár 1000-1500 új munkahelyet teremthet a közeljövőben. Korszerű gyógyászati munka. Évvégére befejeződik a tömbkórház projekte a Nyíregyházi József András Oktató Kórházban. A részlegeket új eszközökkel is felszerelik. Kevesebbet termesztenek. A támogatási rendszer változása miatt több száz hektárral csökkent a dohány vetési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egy 2,2 milliárd forintos logisztikai beruházás eredményeként 10 új csarnokot és hozzátartozó vasúti pályát építette a Mándoki Transit Speed Kft. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A fejlesztésnek köszönhetően a telephely raktár kapacitása 17.500 négyzetméterrel bővült, és 1000-1500 új munkahelyet teremthet a közeljövőben. Az átadó ünnepségen elhangzott, az új csarnok üzemeltetése elősegíti az Európai Unió határain is átívelő kapcsolatokat, és támogatja a keleti nyitást. A Transit Group logisztikai központ cégcsoporthoz tartozó Transit Speed Kft. A térségben a szállítmányozást és átrakást végző legjelentősebb vállalkozások egyike. A 100%-ig családi tulajdonban lévő vállalkozás 60 hektáron összesen 57.000 négyzetméteres raktárcsarnokokban és a hozzátartozó vasúti pályán végzi export és import tevékenységeit. A jelenlegi beruházáshoz 1,1 milliárd forintos uniós támogatást kaptak. Amelyik alkalmas arra, hogy 21. századi körülményeket tudjon a logisztikai átrakáshoz biztosítani. Természetesen szükség van arra, hogy minél hamarabb rendeződjön az ukrán-orosz konfliktus, mert azért természetesen ez okozott a térségben csökkenést, forgalomcsökkenést, de nyilván a cégcsoport csak akkor lehet életképes, hogyha a logisztikához szükséges feltételeket megteremti, és ezért öröm egy országgyűlési képviselőnek egy ilyen átadáson jelen lenni, hiszen egy családi vállalkozás 2 milliárd forint, vagy több mint 2 milliárd forint, 1 milliárd család saját erő biztosításával képes arra, hogy igenis Európa színvonalú logisztikai szolgáltató központot hozza létre. A bővítés után a jelenlegi forgalom többszörösét is képes lesz a cég lebonyolítani. A cél, hogy minél több külföldi érdeklődő találja meg a logisztikai lehetőséget Mándokon. Inkább keletről várnánk a fejlesztéseket. Arról tudok beszámolni, hogy 2-3 nagy keletről származó befektető is ide tervezi áttelepíteni székhelyét, ezért dolgozunk, hogy a kormány megfelelő szintű támogatásba tudja őket részesíteni. Azt várunk, hogy olyan 1000-1500 fő munkahelyteremtés jönjön létre nem csak ennek a csarnok átadásával, hanem azok a keletről származó befektetők által ide telepített üzemekkel során is. A rendezvényen Tőkés László európai parlamenti képviselő kiemelte, fontos gazdaságilag felzárkózni Európához és kialakítani a nemzeti gazdasági szabadságot. Magyarországnak saját erőforrásait kamatoztatva kell növekednie a következő években. Évvégére befejeződik a tömbkórház projekt a Nyíregyházi József András Oktató Kórházban. A részlegeket korszerű eszközökkel is felszerelik. Az orvosok például tableteken elemezhetik majd ki az új MRI berendezés képeit közvetlenül a beteg ágya mellett. Ez a beszerzés is része az onkológiai diagnosztikai eszközök fejlesztésének. A 19,5 milliárd forintos fejlesztési projekt utolsó lépcsőjének megtekintésére tartottak bejárást az új épületekben. A tömbkórház projekt onkológiai és gyermekgyógyászati része már teljes üzemben működik, a további részlegek kivitelezési munkálatai pedig az utolsó fázisban tartanak. A nagy projekt folyamnak az egyik állomása, ami ugye itt Nyíregyházán néhány éve elindult, és most már úgy tűnik, hogy a végére járunk. Ennek a nagy projektelemnek az egyik lépcsője tulajdonképpen egy olyan eszközbeszerzés, ami a onkológia ellátásunkat fogja, illetve az egész kórház ellátását fogja biztosítani, egy másfél teslás MR berendezésnek a beszerzése, illetve ezen projektelemen belül informatikai hálózatnak a fejlesztésének a lehetősége is benne foglaltatnak ebbe a projektbe. Nevezetesen ez egy ilyen eszközt fog jelenteni, hogy betegágy mellett tudunk tulajdonképpen informatikai eszközökkel már vizitelni és ellátni a betegeket.
Az onkológiai diagnosztikai eszközök beszerzésére, valamint az informatikai és a technológiai beruházásokra összesen csak nem 500 millió forint Európai Uniós támogatás áll a kórház rendelkezésére. Rengeteg projekt van az országban, hiszen közel 500 milliárdnyi fejlesztés valósult meg az elmúlt 7 évben. Ebből itt, ezen a telephelyen közel 20 milliárd forintnyi beruházás valósul vagy alósult meg. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kellett ez ahhoz, hogy a szabadságyai lakosságnak az egészségügyi állapotát javítani lehessen, hiszen van honnan javítani. A főigazgató hozzátette, a nyíregyházi kórházfejlesztés egyedülállónak számít országos szinten is. A támogatási rendszer változása miatt több száz hektárral csökkent a dohány vetési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Jelenleg 3600 hektár dohányültetvény van. A termés döntő részét az OLT Magyarország ZRT vásárolja fel, amely közel 800 termelővel áll szerződéses kapcsolatban. Az idén a Virginia típusúért 520, míg a Burleyért 410 forintot fizetnek. Egészségesen fejlődnek a megye dohányültetvényei, ahol az aktuális talaj és növényvédelmi munkák mellett a csapadékra várnak leginkább a termelők. Az ULT Magyarország már tavasszal megkötötte a szerződést közel 800 gazdálkodóval az idei termés megvásárlásáról. Az ágazat támogatási rendszerének változása miatt több száz hektárral csökkent a dohány területe a megyében. A dohánytermelők a szerződés pillanatában nem igazán látták, hogy milyen támogatás, konkrétan milyen támogatási formában és milyen összegben fognak részesedni, függetlenül attól, hogy ez nagyon sok helyen elhangzott. Ezért néhányan sajnálatos módon abba hagyták legalábbis ebben az évben, és nem termelnek. Ugye említettem, hogy mintegy 300 hektárral kötöttünk kevesebb szerződést ebben az évben. Ennek nagy része az oka, hogy vagy részben, vagy kiöregettek, megbetegedtek, vagy az a bizonytalanság miatt nem vállalták a termelési kockázatot. Az idén a Virginia típusúért 520, míg a Burleyért 410 forintot fizetnek átlagban a termelőknek. A dohányültetvények 80%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, így a térség foglalkoztatási helyzetében is fontos szerepe van az ágazatnak. Sikerült átstruktúrálnunk az ez évi árképzésünket. Változatlanul két fontos összetevő van a felvásárlási árunknak. Van az úgynevezett minőségdifferenciált alapár. Ennek a mértékét az előző évhez képest mintegy 30%-kal növeltük. És van az úgynevezett mennyiségi feláll, vagy mennyiségi prémium. Ennek a mértékét 150%-ban állapítottuk meg, az idén ez kevesebb, mint az előző évben volt. A hozamokat pedig az 1350 kilóról felemeltük 1550 kg per hektár, tehát e fölötti mennyiség esetén fizetünk nyilván a teljes termésre mennyiségi felárat. Bittner Imre azt is elmondta, hogy az idén megszűnt uniós támogatás kompenzálására a kormány hazai forrásokkal segíti a termelőket. Az átmeneti nemzeti támogatás mellett az úgynevezett de minimis támogatást is igényelhetik a termelők, amelynek feltételei hamarosan kormányrendeletben jelennek meg. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt javasol vádemelést a nyíregyházi rendőrkapitányság 5 gyanúsítottal szemben. A frissen lezárt nyomozás adatai szerint a társaság 2014-ben a szabolcsi megyeszékhelyen herbált árult, amelytől többen annyira rosszul lettek, hogy kórházba is kerültek. A nyíregyházi nyomozók a feltételezett terjesztők közül H. Renátót és F. Zoltánt már tavaly novemberben elfogták, társaikat később a nyomozás során azonosították. A rendőrök a két férfit az eljárás kezdetén őrizetbe vették, előzetes letartóztatásukat a bíróság elrendelte. Frontális ütközés történt Mátészalka és Nyírmeggyes között ma kora délután. Egy személygépkocsi egy jobbra évelő kanyarban az esőtől vizes úttesten áttért a menetirány szerinti baloldalba. Így ütközött a vele szemben közlekedő rakomány nélküli pótkocsis tehergépkocsival. A személyautó vezetője beszorult az összeroncsolódott járműbe. A sérültet a műszaki mentéshez riasztott mátészalkai tűzoltók feszítővágó segítségével vágták ki a roncsból. A személygépkocsi vezetőjét életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították kórházba. A baleset körülményeit a mátészalkai rendőrkapitányság vizsgálja. Nyírbátor és Nyírvasvári között egy személygépkocsi borult árokba. Egy jobbra ívelő kanyarban a jármű a vizes úttesten megcsúszott, jobbra letért az úttestről, majd a jobb oldali árokban a tetejére borult.
A mentők egy sérültet szállítottak kórházba. A baleset körülményeit a nyírbátori rendőrkapitányság vizsgálja. Összesen 21 alapszak szűnik meg 2016-tól, azonban több új szakot is bevezetnek a felsőoktatási képzések jegyzéke szerint. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 180 főnek biztosít támogatott mesterképzést a Kereskedelmi és Iparkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A résztvevőknek így a 300 ezer forint helyett mindössze 60 ezer forintba kerül a mesterképzés és a mestervizsga. Az elmúlt napokban többek között szakácsok, karosszéria lakatosok és járműfényezők vizsgáztak Nyíregyházán. Új háttérrel és részben új szakmai stábbal vág neki a következő szezonnak az élvonalbeli nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Az önkormányzat 60%-os tulajdonosa lett a klubot működtető KFT-nek, a saját nevelésű fiatalokra építő együttesnél pedig Sitkó Ernő szakmai igazgató mellett Siska János és Gombkötő Norbert foglalkozik majd a játékosokkal. Összesen 21 alapszak szűnik meg 2016-tól, azonban több új szakot is bevezetnek a felsőoktatási képzések jegyzéke szerint. Többek között megszűnik az andragógia, az erdőmérnöki alapszak és a társadalmi tanulmányok, több képzést pedig átalakítanak és kibővítenek. A nyíregyházi főiskolát érintő egyik legnagyobb változás, hogy önálló szakká alakul a pilóta képzés. Kevesebb mint egy hónap múlva hirdetik ki a szeptemberben induló felsőoktatási szakok ponthatárait. A kormányrendelet 2016-2017-es változásokat rögzít, így nem érinti azokat, akik idén mennek tovább tanulni. A megszűnő szakokat többek között az elhelyezkedési adatok és az érdeklődés szerint választották ki. Ez a rendelet egy jogalkotási folyamat része. Ez rögzít bizonyos új szakokat, megszűnő szakokat és átalakuló szakokat. Szinte valamennyi kategória érinthető a nyíregyházi főiskolát is, de fontos tudni, hogy a rendelet 2015. szeptember 1-től hatályos, tehát a jelen felvételi eljárás semmilyen formában nem érinti, akik valamire beadták a jelentkezésüket, emiatt nem kell módosítaniuk. A következő lépés, hogy megalkotják a képzési és kimeneti követelményeket minden új és átalakuló szak esetében. A nyíregyházi főiskola oktatási rektor helyettese szerint ez az idei év végére készül el, azonban csak az akkreditáció után a 2017-es felvételi eljárásban lesz érezhető a változás. A megszűnő szakok között van többek között az andragógia, a társadalmi tanulmányok és a kulturális antropológia szakok. A megszűnő szakokat azonban a nyíregyházi intézmény már korábban kivezette a képzési kínálatából. A nyíregyházi főiskolán átalakul két sportot érintő szak, változások lesznek a mezőgazdasági képzésekben, valamint önálló szakká válik a pilóta képzés. A képzési tematikát a főiskola is megváltoztatja, és önálló szakként repülőgépvezető képzést indít. Korábban nagyon régen volt ez, de ismételten a fő cél a repülős tantárgyak lesznek, mert korábban közlekedési mérnökök voltak. Jelenleg 15 főiskolás tölti a reptéren a nyári gyakorlatát. A tapasztalat alapján a képzés elvégzésével a hallgatók csaknem azonnal el tudnak helyezkedni. A legkevesebbet fizető légitársaságoknál is 3000 eurós kezdő fizetéssel számolhatnak a munkaerőpiacra kikerült frissen végzett pilóták, mondta a képzést irányító ügyvezető. 180 főnek biztosít támogatott mesterképzést a Kereskedelmi és Iparkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A résztvevőknek így a 300 ezer forint helyett mindössze 60 ezer forintba kerül a mesterképzés és a mestervizsga. Az elmúlt napokban többek között szakácsok, karosszéria lakatosok és járműfényezők vizsgáztak Nyíregyházán. A szakképzési törvény értelmében szeptembertől már csak azon gazdálkodó szervezetek folytathatnak gyakorlati képzést, ahol az adott szakmában mestervizsgával rendelkezik a gyakorlati oktató. A törvényi kötelezettség anyagi terhet jelent a cégeknek, ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégeket is segíti. 19 szakmában összesen 180 főnek biztosítanak támogatott mesterképzést. Az elmúlt napokban többek között karosszéria lakatosok és járműfényezők vizsgáztak Nyíregyházán. A mai vizsgázók a tegnapi karosszérialakatos mestervizsga elemeit, amelyeket festés alá készítettek a mesterjelöltek, azokat festik, fényezik, és egy mesterdarabot készítenek, amelyen bemutatják a szakmai felkészültségüket. A járműfényező mesterjelöltek egy jól felszerelt nyíregyházi cégnél vizsgázhattak, ahol tanműhely is működik. Jelenleg most 12 tanulónk van,
A cégünk 20 éve foglalkozik tanulóképzéssel, itt több száznak mondhatnánk ezt a tanuló, aki megfordult cégünknél, és hál' Istennek elég sokan a mai napon is dolgoznak a szakmába, sőt büszkén mondhatom, hogy a mestervizsgázók között is kettő saját tanulóm van a mai napon is itt mestervizsgán. A támogatott mesterképzés és vizsga a résztvevőknek a 300 ezer forint helyett mindössze 60 ezer forintba kerül, a karosszéria lakatosok vizsgájára 10, míg a járműfényezők vizsgájára 5-en jelentkeztek. Egy erősen túljelentkezett szakma, mind a karosszéria lakatos, mind a járműfényező. A járműfényező szakmánál az egyetlen igazi probléma, hogy nagyon-nagyon szigorú az orvosi vizsgálat. Tehát a bekerülés a szakmára az nem annyira egyszerű. Tehát tényleg csak a legegészségesebb gyerekeket választják ki, hiszen ez a szakma azért egy egészségkárosító szakma. Nagyon vigyáznak, védőfelszerelésbe csinálják, elszívás van a fülkében, mint ahogy láthatták is, de attól még az a por ott van. A sikeres vizsgázók ilyen mesterlevelet kapnak majd, a 180 darab egyelőre kitöltetlen mesterlevelet még az iparkamarában tárolják. Új háttérrel és részben új szakmai stábbal vág neki a következő szezonnak az élvonalbeli nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Az önkormányzat 60%-os tulajdonosa lett a klubot működtető Kft.-nek, a saját nevelésű fiatalokra építő együttesnél pedig Sitkó Ernő szakmai igazgató mellett Siska János és gombkötő Norbert foglalkozik majd a játékosokkal. Egy év megszakítással 15 éve szerepel az élvonalban a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Az együttes az elmúlt másfél évtizedben is számíthatott az önkormányzat támogatására, ami az elmúlt hónapban többségi tulajdonosa lett a klubot működtető gazdasági társaságnak. A rövid távú terv az, hogy kinyissuk a csapatot mindenki felé, tehát egy olyan koncepció kidolgozáson folyamatban, amelyben megtalálhatja helyét egy helyi szponzor, egy helyi vállalkozótól kezdve egy egészen kicsi utánpótlás körül játékos. Eredményekben pedig hát a rövid távú cél az a 8 közé jutás, de ugye ehhez stabilizálni kell a gazdasági helyzetet. Nem minden forintot a városi önkormányzattól várunk, ez nagyon fontos. Várunk minden segítséget, akár TAO pályázatban, akár szponzori pályázatban, szponzori szerződésben, helyi vállalkozóktól is. És hát ez egy folyamat, nagyon nagy munka. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, a stáb legalábbis a csapatnál mindenképpen hasonlóan gondolkozik, és szerencsére a sportcentrum és a város nagyon hosszú idő után elhatározta, hogy komoly szerepet vállal a felnőtt kosárlabdában. Sitkó Ernő szakmai igazgató szerint fontos, hogy a tehetséges sajátnevelési fiatalok Nyíregyházán maradjanak. Azt szerettük volna, hogy még nagyobb figyelem forduljon a játékosok képzésére, egyéni képzésére, beillesztésére a csapatba, és itt a nyíregyházi játékosokról beszélek igazából. Úgy éreztem egy picit, hogy az eddigiek során a fiatalabb, utánpótláskorú játékosok egy picit idegen testként tekintenek a felnőtt csapatra, de ezen mindenféleképpen változtatni kell, ez nem lehet így, hiszen azt szeretnénk, hogyha valaki itt kezd el Nyíregyházán kosárlabdázni, akkor az legyen a célja, hogy valamikor a helyi első osztályú csapatban tudjon majd játszani. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit meg szeretnénk kötni, azt szeretnénk elérni, hogy Nyíregyházán tudjunk egy olyan csapatot biztosítani, hogy a nyíregyházi játékosok ne érezzék úgy, hogy el kell menniük az országban máshová, hogyha érvényesülni szeretnének a legelső osztályban. A Marsó NKK augusztus 3-án kezdi el a felkészülést, a külföldi játékosok szeptemberben csatlakoznak majd a kerethez. A Bújtosi csarnok felújítása miatt jelen állás szerint a Bemiskola csarnoka lesz a csapat átmeneti otthona. Nem jutott a főtáblára Wimbledonban Fucsovics Márton. A 23 éves nyíregyházi teniszező két győztesen megvívott mérkőzés után a selejtező harmadik körében 6-4, 6-4, 3-6, 6-2-es vereséget szenvedett grúz ellenfelétől. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Egy 2,2 milliárd forintos logisztikai beruházás eredményeként 10 új csarnokot és hozzátartozó vasúti pályát építette a Mándoki Transit Speed Kft. A fejlesztésnek köszönhetően a telephely raktár kapacitása 17.500 négyzetméterrel bővült, és akár 1000-1500 új munkahelyet is teremthet a közeljövőben. Az átadó ünnepségen elhangzott, az új csarnokok üzemeltetése elősegíti az Európai Unió határain is átívelő kapcsolatokat, és támogatja a keleti nyitást.
Évvégére befejeződik a tömbkórház projekte a Nyíregyházi József András Oktatókórházban. A részlegeket korszerű eszközökkel is felszerelik. Az orvosok például tableteken elemezhetik majd ki az új MRI berendezés képeit, közvetlenül a beteg ágya mellett. Ez a beszerzés is része az onkológiai diagnosztikai eszközök fejlesztésének. A támogatási rendszer változása miatt több száz hektárral csökkent a dohány vetési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, jelenleg 3600 hektár dohányültetvény van. A termés döntő részét az OLT Magyarország ZRT vásárolja fel, amely közel 800 termelővel áll szerződéses kapcsolatban. Az idén a Virginia típusúért 520, míg a Burleyért 410 forintot fizetnek. A Kölcsei Televízió pénteki hírműsorát látták. A legfrissebbekkel hétfőn este jelentkezünk, szombaton és vasárnap este pedig krónikával, heti hírösszefoglalóval várom majd Önöket. Híreinket pedig addig is természetesen nyomon követhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, elszórtan kisebb záporokkal. Egy nyugat felől érkező melegfront hatására változó nedvességtartalmú, kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Éjjel gyengén felhős, illetve derült idő várható, csapadék nem lesz. Az északi szél mérséklődik, gyenge vagy mérsékelt lesz, reggel általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap a változó felhőzet mellett napos időszakok is várhatók, kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként kissé megélénkül, délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap gyenge melegfronti hatás várható. Vasárnap többnyire felhős időre számíthatunk, eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A jövő hét első napjaiban még nem várható komolyabb változás, a napsütés mellett felhősebb időszakok is lesznek és futózáporok is előfordulhatnak. A hét közepétől viszont száraz, egyre melegebb levegő érkezik fölénk, így sok napsütésre, a hétvégén pedig már kánikulára számíthatunk.